parton vidám emberek és játszadozó gyermekek, horgázgatunk így varbói módra. Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki követi a csatornánkat. Varbón vagyunk éppen, csodálatos horgásztó partján ülünk Üveges Gézával, aki Varbó polgármestere, és az elmúlt időszakok újításairól fog nekünk mesélni. Itt a Büklábánál vagyunk, a Nemzeti Park tőlünk, hát itt van egy pár száz méterre, itt van vagy 5 kilométerre Lilafüred, Miskolctól 15 kilométerre vagyunk, Barcikától 17 kilométerre, tehát egy olyan háromszögbe van ez a kis falu, amelyik tulajdonképpen a turizmusra született. Elég sok adottsága meg is van hozzá, mint például, hogy lehet látni, ez a 13 hektáros tavacskánk is, horgásztó, tó másik oldalán, abban a füzesbe kalandpark található. A Pitty-Palagyvölgy mélyében, a csodás bükkök szélében, szóljon most egy szép varbói nó. 13 éve vagyok polgármester, 90-től vagyok képviselő, tehát már elég mohikán vagyok itt a faluban. Álmodtunk arról, hogy Varbút egy ékszerdobozzá, valahol egy élhető és fejlődő faluvá tegyük. Elértük azt, hogy a turizmust valahol itten elkezdjük meggyökeresíteni, tehát amivel sikerült egy szálláshelyet itt csinálni rönkházból, ami egy különleges. A turizmushoz igyekeztünk hozzátenni a falunak a borászatát is, tehát falu pincét vettünk és alakítottunk ki. A Miskolc közelsége az álmaimban megint az volt, hogy Varbó Miskolc kertvárosa legyen. Városi embereknek a pihenő helye vagyunk. A hagyományokat is igyekezünk megőrizni. Egy falumúzeumot 20 évvel ezelőtt, amikor alpolgármester voltam, akkor hoztunk létre. Most 20 év után ezt igyekszünk felújítani, újra meszelni és újra rendezni ezt az egészet. Augusztus 20-án szeretnénk mindezt avatni. Nagyon szép a református templomunk, tehát azt is nagyon sokan látogatják. Jó dolog, az emberek itt boldogok, békében és barátságban élnek. Adjú, hogyha jól tudom, akkor te vagy az idegenforgalomért felelős szakember a területen. Mit tudnál mesélni nekünk? Így van. Amint látja a kedves nézőközönség, és amint látott te is, egy csodálatos helyen vagyunk. Víztározunk körülbelül egy 35-40 évre tekint vissza, ezért kapitális méretű halak is vannak benne. Természetesen havi rendszerességgel telepítjük, ugyanúgy békés halak, ragadozó halak. A családi rendezvényt horgászat mellett meg lehet ejteni itt a tóparton. Augusztus 3-a, 4-e, 5-én pedig egy nagyszabású falunapi rendezvény lesz szintén itt a tó körül. Lesz sportnap, és még már az idén először bevezettük a pince soron is lesz egy ilyen pince fesztivál, tehát a kedves nézőközönséget oda is várjuk, mellette egy kis halászlejfőzés, pörkölt főzés, családi nap, ugrálóvár, szegvi. Nyis szíveden egy ablakot, és meglátod a holnapot, ha Varbóra jössz, szép lesz majd az élet. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, illetve kövess minket Facebook és Instagram oldalainkon is.